Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szívnyitás, szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, egy személyes jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, ezzel szemben az övé. Ami összefűz benneteket, az itt középen látható, a kulcs. Az jelenti a magabiztonságot. Légy magabiztos, legyen meg ez a fellépésed. Légy biztos abban, hogy ő is akarja ezt a kapcsolatot. De mielőtt még itt kialakul valami, le kell zárni a múltat ezzel a kulccsal, jelezheti az ő zárkózottságát is, és egy időben kinyílik itt egy kapu, ezek a lehetőségek, egy új irány, változások, és jelzi az ő nyitottságát is. És most megnézzük a te lapjaidat, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyedet. Itt van sok tevékenység. Nagyon szorgalmas vagy, az itt is látható. Az is lehet, hogy ez a kártya, a sok munka rá is utal, hogy sok a dolga, és kevés ideje marad rád, vagy a szabad időre. Itt még nem készült el ez a munka, tehát kell még egy kis idő, amíg itt lezárul valami, és a jelent mutatja itt ez a kártya, van még egy kis húzavona, sok a tevékenység, sok a munka, tehát még nem készültetek fel arra, hogy lezárjatok valamit, és legyen egy új kezdet. Ez lehet tényleg a munkahely, de jelentheti a párkapcsolatot is, hogy azon dolgoztok, hogy itt kinyíljon ez az ajtó, és legyen itt egy új kezdet köztetek. De minden jól alakul, hiszen az érmék jelentik a föld elemét, és az utalhat egy stabil párkapcsolatra. Itt nem csak álmodozásokról van szó, hanem a föld eleménél megvan a lehetőség arra, hogy ez az álom megvalósuljon. Itt a hármas szám, ez a három érme jelentheti azt is, hogy vannak még külső befolyások. Hamarosan a kezedbe veszed ezt a kardot, és elvágsz szimbolikusan valamit. Vagy lezársz bizonyos témákat, vagy lezársz egy kapcsolatot, vagy elbúcsúzol a félelmektől és a bizonytalanságoktól. Amit a kard még jelent, hogy fontos döntéseket fogtok hozni, tisztázódik valami, azon kívül lesz kommunikáció kettőtök között, és itt látható a jövő. Ez a szerelmes pár utal a ti párkapcsolatotokra. Itt jól fognak alakulni a dolgok. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt vannak még nála sebzett emlékek. Ez lehet a gyermekkora, vagy a volt kapcsolata. Az is lehet, hogy volt köztetek nézeteltérés, te megbántottad őt, és ő még mindig olyan kis dacos, visszahúzódik, hiszen itt látható ez az eremit, hogy magába fordul, de jelenti azért a változásokat is, hiszen látjuk itt a képen, hogy szeretitek egymást, és nyitott lesz erre a párkapcsolatra,
de neki még időre van szüksége, amíg itt megvan ez a gyógyító erő. Az is lehet, hogy kicsit betegeskedik a szívével, de a szív az utalhat az ő érzelmeire is. Néha visszahúzódó vagy egyedül akar lenni, de mégis tervez veled valamit, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt még sokat kell cipelni kezdetben, sok a munka, a tevékenység, de kialakulóban van minden, és itt a világ az jelenthet egy utazást, hogy tervez veled egy utat, ez lehet egy belső út, egy közös életút is. Ez a kártya szimbolizál egy évet, hiszen itt vannak az évszakok, itt van a tűz eleme, a levegő eleme, a föld eleme és a víz eleme jelenti az évszakokat is, és így együtt pontosan egy évet mutat. Az nem azt jelenti, hogy ő egy éven keresztül visszahúzódó és megsértődött, hanem ez a kártya azt jelenti, hogy egy éven belül lesz itt egy új kezdet. Kinyílik ez az ajtó, hiszen szeretitek egymást. Bizonyos dolgokat le kell zárni. Az is lehet, hogy sok a munkátok, kevés a szabadidő, de azon dolgoztok, hogy legyenek itt fontos döntések, közeledés, és hogy éljétek ezt a párkapcsolatot, és pontosan ez lesz az utazás, ez a közös életút, és itt van a kulcs ehhez, itt kinyílik ez az ajtó, ez jelenti a lehetőségeket. És ez volt a szívnyitás jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!